42 éve dolgozója és 34 éve a Tolna vármegyei Balassa János Kórház fertőző osztály osztályvezető főorvosa. Felkértek engem, hogy induljak az önkormányzati választásokon, tekintettel arra, hogy a stábban nincs egészségügyi dolgozó egyáltalán. Minden terület képviselve van, a kultúra, a művészet, a tanítás, vagy az iskola, vagy a gazdaság, de nincs egészségügyi dolgozó. Ezért gondolkodás nélkül örömmel válaszoltam a kérdésre, hogy igen, elvállalom. Akkor még nem tudtam azért, hogy mit jelent ez a kampány. Ma már tudom, de beleálltam, és minden erőmmel azon vagyok, hogy bekerüljek az önkormányzatba. Ehhez természetesen szükségem van a kerületembe, vagy a kerületembe, igen, élőkre, akiknek a szavazatára van szükségem, így tudok majd bekerülni. Ezért kérek mindenkit, aki a választókörzetemben, a 6-os választókörzetben él, hogy segítsen nekem abban, hogy bekerüljek. Süli János országgyűlési képviselő a COVID-fertőzése okozta kórházi kezelése alatt ismerkedett meg közelebbről a képviselőjelölt szakmai és emberséges hozzáállásával. És azt gondolom, olyanokra kell bízni Szekszárdon a szekszárdiak sorsát, akik emberként is, szakemberként is helytálltak. Berlinger Attila polgármester jelöltként igyekszik a Fidesz-KDNP képviselőjelöltek fogadó óráin részt venni és erősíteni őket. Nagyon pozitív visszajelzéseink vannak. Érezhető a város lakosságában, hogy milyen sokan számítanak egy konstruktív, együttműködő és egy békés hangulatra, ahol végre nem az árokásás, nem a közösségi médiában való pocskondiázás, hanem egy előremutató gondolkodás lesz a jellemző. Készülünk egy komplett programmal is, rövidesen először egy teljesen átfogó kérdőív keretében szeretnénk megkérdezni a szekszárdi lakosokat, az őket is foglalkoztató problémákról, kérdésekről. Ennek a kiértékelését nagyon gyorsan meg tudjuk tenni, és ezt is szeretnénk beépíteni abban a fejlesztési programba, amely egy hosszabb távú, biztos, nyugodt, együttműködésen alapuló, megszépülő Szekszárd városképét tárhatja elénk. Mi ebben kérjük a lakosság együttműködését, megértését, együttgondolkodást. Azt gondolom, most megvan a lehetőség arra, hogy egy korábbinál jóval nyugodtabb és egy konstruktív csapat vegye át a város irányítását. Ebben mindenki csak nyertese lehet ennek a fejlődésnek. Dr. Bali Ildikó legelső célja, hogy a 6-os számú körzetben élőkkel megismerkedjen, felmérje a problémákat, egyeztetéseket folytasson, mindenkit meghallgasson és segítsen.